Köszöntöm nézőinket, Önök az Aktuális látják. Most 2016-ban is elindult a Delta, a Délalföldi Talentum Akadémia, itt ismételten Békés megyében. Ennek az akadémiának az a lényege, hogy ne csak felkutassa, hanem utána továbbiakban foglalkozzon is a fiatal tehetségekkel, akik egyébként a jövőben majd vezetői tisztségekre törnek, mondjuk úgy, és később akár munkahelyteremtő megoldásokban is részük lehet, vállalkozások, cégek vezetői válnak majd belőlük, és a gazdaság fejlődését természetesen nagyban elősegítik majd. Meghívott vendégünk pedig a stúdióban Barkás Sándor, a Delta alapítója. Üdvözlöm! Én is önt is, és a nézőket. Üdvözlöm. Nyugodtan mondhatjuk szerintem, hogy a sémáktól eltérünk ez ügyben a Deltával kapcsolatban, és abszolút nem ragaszkodik ön az alap, mondjuk úgy, tanításhoz, már a kiválasztás sem olyan ezeknek a fiataloknak a kiválasztása, mint ahogyan azt megszokhattuk bárhol. Hát alapvetően a diákoknak is azt mondom, hogy én önmagam nincs, egy génhibás vagyok, valamilyen szinten. Sohasem tudtam a keretek között megmaradni, tehát mindig a kereten túli, amíg láthatatlan, azt az új valóságot, ami nincs még, ami esetleg előrébb viszi, úgymond a egy adott szakmát vagy a társadalmat, mindig azt kerestem, mindig érdekelt az a fajta gyógyító, javító szándék, amivel az a nem jól működő rész az jobbá válhat, és akkor tulajdonképpen a saját cégemben is, én vízépítőmérnök vagyok, ott is az innováció az életem, a lelkem, szoktam mondani, hogy olyan vagyok, mint egy óvodás, akinek nem vették el a játékát, és ez egy iszonyatos boldogságot okoz az ember életében, hogy olyat csinálhat, hogy ezt játszva csinálja. Ez az egyik ilyen dolog. És emiatt az egész életem viszont könnyed és görcsmentesen van. Sokszor bosszankodnak a pályatársaim, konkurenciák, hogy egy kicsit lazábban csinálom, mint ők, és nem olyan görcsösen. A másik ilyen nagy örömérzés számomra az például ez a Delta Akadémia, ahol az ember nagyon jó kapni. Tehát az egy nagyon jó dolog, hogy az ember kap valamit, de egy ideig, de utána az ember adhat, főleg a gyerekei lesznek, korosodik, mint sajnos már én is, sajnos erről kell beszélnünk. Adni valamit, az nagyobb boldogság, mint kapni. És akkor tulajdonképpen az innovációt, tehát én nagyon boldog ember vagyok, a családom miatt is, az innováció miatt is, azt, hogy csinálhatom a Deltát, mert ezek mind örömérzést okoznak nekem, most ez nem, és azt látom, hogy ez hasznos is. És a kettő így együtt teljesen rendben van, úgy gondolom. Tehát így. Hogyan zajlik a fiatalok kiválasztása, mint ahogyan ugye említettem is, nem olyan egyszerű ez, és nem úgy működik, mint ahogyan ez szokott lenni. Nem. Tesztetek kell kitölteni, de ez is egy teljesen sajátos teszt. Szerintem teljesen egyszerű. Tehát minden szerintem jól működő dolognak egyszerűnek kell lenni, és letisztultnak. Ez úgy kezdődött, hogy 2005-ben én találkoztam egy pszichológiai kérdőívvel, ami kiderült, hogy az amerikai tengerészgyalogosok a II. Világháborúba a pilóták kiválasztására használták. Mert katasztrófa volt, hogy törtek a gépek, meghaltak a katonák, küldeni kellett a táviratot az édesanyjuk, édesapjának, hogy sajnálattól közöljük, hogy a fiúk hősi halált halt, még a gyakorlás folyamán még ki sem ment a frontra. És ebből adódóan, hogy mind az ember és mind az anyagi károk jelentősen keletkeztek, azt mondták vezető pszichológusoknak, a tengerészgyalogság fogta össze ezt a szervezést, ki kell választani azt a típust egy pilótának, aki a legprecízebb és a legbevállalósabb. De ez ne két emberben legyen, mert úgy az könnyű megtalálni, egy emberben legyen meg. Tehát precíz legyen, és a legbevállalósabb, legmerészebb is. Ez a két tulajdonság egy. Mondjuk ez nagyon nehéz, mert ez körülbelül minden 100.000. Ember ilyen, körülbelül, aki ezt olyan szinten megtudja, mint egy nagyon jó pilóta. És hogy ezt kidolgozták, rájöttek, hogy ez különböző szakmákon belül, bizonyos pozíciókban ezt az általános életben is lehet használni. És akkor ezt elkezdte a gazdaság, az ipar is használni ezt a kérdőívet, és 2005-ben kitöltöttem. És akkor nagyon kitöltöttem, mint én kíváncsi típus vagyok, és az összes rossz tulajdonságomat leírta. És azt mondtam, ez jó. Nem írta, hogy 190 centi, sűrű hajú, fekete, nem is őszülök. Tehát semmilyen ilyen ideát nem írt le, hanem a valóságot, én ilyen vagyok. És nekem ez nagyon, nagyon fontos volt, ez objektív tény, hogy ez teljesen jó lelki profilt írt le rólam. És elkezdtem a kollégáimmal is, elég sok mérnök kollégával dolgozok, velük is megcsináltatni. És rájöttem minden múltbeli sikerre, kudarcra,
félrecsúsztak, úgy tettek, mintha nem hallották volna, kinek mi sikerült, mi nem sikerült. Nagyon sok összefüggésre rájöttem, a karakterüket láttam. Tehát ez olyan, mint egy pszichés új lenyomat, amit ránézek, mint egy függvényvizsgálat, középiskolában még érettségi tétel is, mint egy függvényvizsgálat, és akkor jellemezzük azt a függvényt. Tehát ugyanúgy mindenkinek a lelkébe ez egy ilyen ábrázolható, függvényen ábrázolható, és egyen ránézek, tehát látom, kiből lehet könyvvizsgáló, kiből lehet vállalkozó, kiből lehet ideális kamionsofőr, tehát már elég sokat foglalkoztam vele, nyilván nem én találtam ki, de megtanultam ezt a sémát, tehát ránézés, látom a karaktert, hogy mi az a szakterület, amiben ő ki tud teljesedni és boldogan érzi magát, és akkor ez nagyon érdekelt, hogy ez ilyen egyszerű, és sok évet szenvedtem, hogy a kollégáimat az én formámra szabjam. És lehet, akit lehet, de van, akit nem lehet, ha 1000 évig élek, akkor sem. Mert nem jön ki belőle. És akkor ez 2005 volt, és az év nekem egy nagyon nagy csoda volt, mert megszületett a második, a harmadik és a negyedik fiam egyszerre egy feleségtől, tehát azok hármas ikrek. És akkor az hármas ikreknek a nyomonkövetése, mert génállomány, öltözködik, külsőkön, minden azonos, és azt kezdtem észrevenni, hogy hiába azonos minden, mégis ha mérnökemben síkba gondolkozunk, 120 fokos szögbe eltér a karakterük, ami megtestesíti a reakciókat a különböző külső ingerekre. Tehát másképp reagálnak az élet helyzeteire. De ez a három fiú most is teljesen más reakciót ad egy szülői, vagy egy iskolai, vagy bármilyen egymás közti kihívásra. Másképp nyilvánulnak meg. És akkor bennem ez szépen tudatosult, hogy tulajdonképpen az embereket nem lehet csak egy korlátokon belül fölhúzni, vagy ha nem csinálunk velük semmit, meg önmaguktól sem csinálnak semmit, akkor ott lennmarad, de korlátjuk alján ott fog maradni. És ez a felismerés forgolódott bennem, és bosszankodtam, hogy miért nem csinálják ezt mások, hát miért nem. Mégsem volt itt a megyénél egyszer egy ilyen, hogy a fiataljaink elmennek külföldre. És akkor ez egy Szélkánnan alapítványnak volt egy ilyen estje, és engem is meghívtak, nem tudom, hogy miért, és akkor ott is mindenki sírt, mint a temetésen lettünk volna, hogy elmennek a fiataljaink is. Jaj, hát milyen szerencsétlenek vagyunk. És mondom, ne sírjunk már állandóan, tegyünk valamit. Nekem volt ez a rendszer, és azt mondtam, hogy aki mellém áll, nagyon szívesen veszem, de én akkor ezt elkezdem csinálni, hogy válasszuk ki 18 éves korba azokat a belső hajtóerővel rendelkező fiatalokat, akikben megvan az a lelki alkalmasság, hogy akár, ha megtanulják jól a szakmájukat, kitartóak, szívósak, alázatosak lesznek, akár egy jó középvezető lehetnek egy cégbe, és ha fejlődnek tovább, akkor vagy följebb mehetnek, vagy kiválnak abból a cégből. De mindenféleképpen, tehát nem úgy van, kiválasztjuk, és akkor ez kész vezérigazgató, hanem az, hogy megvan a tehetség, gyanús az illető, de ahhoz kellenek az üzemórák. Tehát úgy nem megy, hogy úgy egyből. Tehát az a 5-6 év munkában eltöltött rész kell, hogy már egy olyan vezetői feladatot valaki elvégezzen, és akkor van, aki tényleg akár több ezer embernek is munkát tud adni. Nem kell ehhez maszeknak lenni, lehet egy struktúrát cégnél is, ahol a kitörési lehetőség, innovációs lehetőségek megvannak, ott is érvényesülhet. Tehát nem feltétlenül most itt a maszek világra kell gondolni, itt a rendszerváltásnál ezt a szót használták, hanem az, hogy egy meglévő cégnek is nagyon hasznos tagja tud lenni az ilyen alkat. Itt ugye magának a Talentum Akadémiának egy teljesen egyéni oktatási rendszere van, hiszen ha megnézzük, azért itt néhány hétről van szó, és igen komoly a lemorzsolódás. Ugye néhány szemeszter van, kisebb szemeszterek vannak, három van belőle. Ugye a 900 főből beszéltünk már erről, nagyjából olyan 600-an vannak, akik megmaradtak, akik végig tudták ezt csinálni. Mint ahogy ön mondta, ugye nagyon komoly kitartás kell ez az egészhez. Hogyan tudják összeállítani magát ezt az egész programot? Honnan jönnek az előadók? Kik ők, és hogy tudják ennyire kinyitni utána ezeket a fiatalokat? Hát ez maga a struktúra is egy innováció volt, hogy tehát én, aki mérnök ebben létemre, és ráadásul 26 éves koromig dadogtam, elég rendesen. Az nem látszik. Igen, az elmúlt valahogy. Hogy fogok én egy iskolát alapítani, és netán még nekem is előadást kell tartanom. És hát ennek megvoltak azért a bukkanói, tehát nem,
nem állt nekem még össze ez a kép akkor ott a kezdetben, de az ember, ha optimista, meg a szívlapátot fogja és dolgozik, nem 6 órát, meg 5 órát, ahogy magyar átlag szokta, meg nem is 8-at, hanem 12-16-ot, akkor ez úgy működik. Így volt a Delta Akadémiával is, hogy tulajdonképpen kitaláltuk azt a struktúrát, hogy érettségi után a 18-19 éves fiúkat, lányokat a rövid nadrágba, hogy tudjuk becsalni egy előadóterembe, a legnagyobb kánikulába, és hogy tudjunk olyan életre szóló gondolatokat, tapasztalatot átadni nekik, hogy ne a fiúk, ne a lányokat, a lányok, ne a fiúkat, mert hát végeztek, érettségiztek, felszabadultak, mert felnőttekké váltak, hogy tudjuk visszaültetni nyár kellős közepén őket az iskolapadba, és elhitetni velük, hogy az ő hasznukra, pont az ő tulajdonságukat. Tehát őket úgy kell elképzelni, hogy ők egy tehetséges magasugrók. És azt mondom, hogy akkor nyáron, amikor mindenki pihen, meg különböző fesztiválokra jár, azt mondom, gyertek ide, és küzdjetek, és edzetek, és minden nap 3-szor van edzés, és tessék gyakorolni. A többi későn kell föl, mondom, fesztiválokon van, itt van, ott van, nektek meg itt is dolgozni kell. Tehát ez a például kiválasztottak közül sem jön el mindenki. Mert abban már nincs meg a kitartás. Ez is egy kiválasztási rendszer, hogy lemorzsolódnak. Különben ott a számok elhangzottak, sajnos most 900 diák jött be hozzánk eddig, de ennek sajnos ami harmadéves lesz, csak a 25%-a. Viszont magamba kerestem a hibát, de a társadalom sajnos ilyen. Tehát 25%-a marad, meg 75% az lemorzsolódik. Na most, hogyha megnézzük egyébként, ezek is érdekes számok. Hogyha megnézzük azt, ugye 18 évesek, ők már leérettségiztek. Nagyjából talán eldöntötték, hogy mik szeretnének lenni. Az már megvan, hogy mennek valahova tovább, főiskolára, egyetemre. Ezen az akadémián az kiderülhet esetleg, hogy ők nem jó pályát választottak, és másban sokkal jobban tudnák kamatoztatni akár a kreativitásukat, vagy a vezetői tehetségüket. Az az igazság, hogy ezt a fajta tulajdonságokat, amit a kérdőív megtalál, mondom, nem az én érdemem, én vettem egy mérőszallagot, amerikai gyártmány, lemérem, és megmondom, hogy hány centis az a gerenda. Ezt sem a szülők, sem a pedagógusok tapasztalatoknál, e fajta képesség, tehát más kihívással van egy családba és az iskolába egy diák, és más az életben. És pont lehet, hogy az ellenkezője látszik a családba, lusta a gyerek, nem szeret megmozdulni, az iskolában nem tanul úgy, mert mindig azon gondolkozik, hogy dolgozhatna úgy, hogy ne kelljen olyan keservesen dolgozni. Én például nagyon szeretem a lust embereket. De csak azokat a lust embereket, akik gondolkoznak, és amikor van értelmes gondolat, akkor megfogják a lapát végét. Tehát ez a fajta tehetség nem látszik. Tehát sem az iskola, sem a családi millió. A család már nem úgy működik, hogy van kert, meg vannak állatok, meg a tömbházról nem is beszél, egy városi kultúrkörnyezetben. Tehát nem most egy fiú gyereknek levinni a szemetet a negyedik emeletről, tehát az nem egy kihívás. És véhetőleg meg is azt mondja, hogy nem. Menjen a kis húgon, vagy valami. És tehát Isten igazából ez a tehetség nem látszik ebbe a dologba. De ez a tehetség, ez csak lelki eredetű, tehát ha nincsen IQ, a szorzat vége már nem olyan magas. Tehát azért kellenek szellemi képességek hozzá, hogy vezetővé váljon. Azért belső hajtóerő, tehát ez egy nagy, tehát ha egy szóval kéne mondani, nagy öngondoskodással bíró fiatalokat válogatunk ki. De a nagy öngondoskodásból sok minden lehet. Tehát egy zsebmetsző is nagy öngondoskodással bír, mert eltartja magát úgy, hogy keveset dolgozik. De mi nem feltétlen zsebmetszőket akarunk képezni, csak egy szélsőséget mondtam, tehát hogy megvan az életösztön, az öngondoskodás. Tehát mi azokat keresjük, amiben nagy életösztön, nagy öngondoskodás van, mert a nagy életösztön öngondoskodásnak a kiteljesedésében arra jön rá, hogy már nem csak magáért dolgozik, mint hogy eredendően 16-17 évesen gondolta, hanem felelősséget vállal 10-20, 50-60, 100-200 ember fölött, mire észreveszi, és 35 éves, és azt látja, hogy tulajdonképpen 150 embernek ő a karmestere.
mennyire változnak meg ők érezhetően a három szemeszter alatt? Vagy láthatóan? Van esetleg ennek után a jövőben akár utókövetése? Van utókövetése, meg látható. Tehát ha azt mondom, hogy az a 25%, ami elvégzi a harmadévet és elballag, akkor mindegyiket bemerném ide ültetni, és ön nyugodtan kérdezhetne tőlük, és a műsor színvonala semmit nem csökkenne, hogy ők válaszolnának, mert valahogy akik ott maradnak, olyan komoly fiatalokká válnak, annyira tudják az értékrendet, a jót, a rosszat, a munkát, az alázatot, az egészséges türelmetlenséget magukba szívják, vagy nem. Tehát vélhetőleg eredendően ilyenek, csak mi az ablakot letöröljük, ezt a jégvirágos dolgot, és kilátnak magukból. Tehát amit ők ezt nem látták magukba, és akkor mivel mi segítünk ebben, hogy felnyitjuk a szemüket, hogy van bennük ilyen tulajdonság, nem beképzelt vállalkozókat képzünk, félreértés ne essék. Az alázat az első szó, alázat nélkül nincs. Nem is szeretünk sikerről beszélni, ma az csak egy egyoldalú dolog. Mi értékteremtést szeretnénk csinálni belőlük, hogy ők értéket tudjanak teremteni. Önmagába, magukon úgy szeretnénk őket jó befolyással bírni, hogy magukon túlnyúló dolgot is csinálják, ne csak önmagukért dolgozzanak, hanem akkor keletkezik érték, ha magukon túlnyúló dolgot csinálnak, ami nem csak az ő érdekeiket szolgálja. Ön milyen jellegű előadásokat szokott tartani, és mennyire látja azt mondjuk, hogy figyelnek a fiatalok, és tényleg komolyan veszik, vagy elindít bennük valami más gondolatot ez az egész, amit ott hallanak a helyszínen? Én mazoista vagyok, tehát én elsőbe az innovációt tartom. Az egy nehéz dolog nekem, mert én olyan vagyok, mint a nagymamám, amikor a mákos kalácsot hogy kell csinálni. Hú, kisfiam, hát hogy most mondjam el neked, hát gyere, itt a liszt, itt a tojás, itt a mák, onnan veszem le a tepsit. Van egy kis gyakorlati rész is, néha az élet hozza a dolgot, és akkor a nagymamámat meg kell írja le gyorsan fejből, hogy csinálja mákos kalácsot. Na most én is ilyen vagyok, hogy egész életemben innováltam, tehát a szüleimet is kikészítettem, a volt főnökeimet is kikészítettem, a mostani kollégáimat is kikészítem, mert egy kicsit túl vagyok húzva ilyen téren, és nekem az innováció mindenem, és akkor hát nekem is meg kellett tanulni azt, hogy ezt hogy tudjam átadni, hogy mi is az innováció, tehát egy előadás keretein belül mi az innováció. Ezt adom le elsőben, a másodévben pedig a meggyőzés. Az is egy elég érdekes dolog, tehát itt mondom, nem csak a fiúk, lányokat együtt, nem csak arra, hogy a fiú a lányt hogy győzze meg, nem feltétlenül erről szól a dolog, hanem az, hogy tényleg az a tisztességes meggyőzés egy jó ügy érdekében, hogy tudja a meggyőzés befolyásolás, és egy jó értelmű befolyásolás, hogy tudja jó irányba terelni azt a közösséget, amiben ő benne van, hogy abba az irányba menjen, amit az aktív, normálisan gondolkozók képviselnek, és azokat, akik esetleg ilyen véleményt nem osztanak, mert nem gondolkoznak, vagy teljesen ellentétes a véleményük, azt is átterelni abba a pozitív irányba. Ez a két téma, amit én elsőben, másodikban oktatok. Ez alatt az utóbbi év alatt ön hogy látja, hogy veszi észre, mennyire vannak olyan kreatív fiatalok esetleg, ön foglalkozik-e velük a továbbiakban, vagy tartják-e a kapcsolatot, akinél már majdnem biztosan elmondható, hogy akár egy nagy cég vezetője lesz. Tudom, nem egyszerű, mert beszéltünk arról, hogy 5-6 év kell még az adott szakmával utána, hogy azt eltöltsék, de van-e már esetleg olyan tényleg kreatív gondolkozó, vagy olyan hiánypótló vállalkozást akar valaki megálmodni, hogy na, ennek biztos, hogy létjogosultsága van, és természetesen ebben a régióban. Ez mindenképpen benne van, ez a csíra, ez a mag, aminek ki kell hajtani. Én ebbe a korba én is minden akartam lenni. Tehát egy iszonyatos hajtóerő volt, tehát én vízépítő mérnökként végeztem, nem ment a vízépítés abban az időben, kertészkedni akartam, amit a szüleimtől tanultam, nem úgy tanultam, állandóan dolgozni kellett gyerekkoromban, és akkor azt mondom, hogy a vízépítő mérnök, akkor mellette kertészkedek, mert behatárolt fizetésem volt, és láttuk a szocializmusban, hogy a trend nem fog megváltozni, és akkor mellette kertészkedni akartam másodállásba, akkor utána vízépítő szakma, Bős Nagymaros miatt minden vízépítő apagyilkos volt, mert a zöldek azok szinte majdnem eltettek bennünket, vízépítőket lábaló, akkor gondolkoztam, hogy elmegyek nyomozónak, mert tartalékos tiszt voltam, tehát volt rangom, és akkor elmegyek nyomozónak, ott gondolkozni kell, mert úgy gondoltam, nem lehet a szakmából megélni. Tehát
Az a lényeg, hogy ilyenkor az emberek keresik az utat, sőt, néha még szakmát is váltanak, de ha kialakul egy szenvedélyes kíváncsiság, szenvedélyes tudásszom, akkor abból lesz valami. És nem is az számít, hogy ő megtalálja azt a területét, rátalál, lehet néha pályamódosítást csinál, de ezeknek az emberek mellett a szerencse nem megy el. Az emberek 95%-a mellett a szerencse úgy elmegy, hogy észre se veszi. Ezek az emberek nem engedik azon a folyosón a szerencsét el, mert teljesen faltról falig kinyitják a kezüket, és éjjel-nappal figyelnek, mint a vizslakutya, és mihelyis látják a szerencse közel, akkor rácsapnak, és általában az első nem mindig szokott sikerülni. Tehát ezek ilyen próbababák, tehát először tehát nem sikerül azért annyira. Tehát kell ez a fajta rátalálás arra az ízre, amit majd fogok csinálni. Tehát itt nekem is azért a kertészeten túl a mobil vályok készítőgép, az Építéstudományi Intézetben 88-ra ott a professzorokat hűítettem az egyetemen, meg minden, hogy lehet olyan mobil vályogvető gépet csinálni, amit régen csinálták, csak hát az sokkal rosszabb hatékonysággal. És akkor nagyon belementem a tudományos részébe is, hogy a mostani beton alap meg a vályog az hogy tud hőtágulásba együtt dolgozni. Tehát ez egy útkeresés ez az időszak. Ilyenkor azt látszik, hogy van egy fiatal, aki tudásra éhes, szomjas, netán a pénz is érdekli, az nem baj, csak ne váljon céllá. Azért motiváció, de az ne céljá váljon a pénzkeresés, hanem inkább a tudás. A tudás és az ismeret, és az, hogy foglalkozzon vele, rész akar valaminek lenni. És így azokat már látom, azokat a fiatalokat, itt a Deltán belül is azért szelektálom, akiben megvan ez a dolog. De itt külön kell választani a nagyon kommunikatív, extrovert, tehát ilyen csúnya, nem szeretek azért beszélni, csak úgy az emberre rá, sok pszichológussal beszéltet rám ragadnak a hülyeségek. Tehát aki nagyon beszédes és egy visszahúzódó típus, teljesen másképp nyílik meg. A nemzetközi statisztikák is azt bizonyítják, hogy a nagyon beszédes ember 35 éves koráig iszonyatosan fut fölfele. És utána mindenki megismeri, hogy csak beszélni tud, és akkor megy visszafele. Természetesen egy médiában ez előnyt jelent, de a többi szakmában nem feltétlen. Aki viszont egy visszahúzódó, analitikus, gondolkozó és csendesebb és magába tömpreng, annak majd, hogy nem egy 35 év korul nyílik meg a szárnya is, onnan kezd iszonyatosan emelkedni. Tehát nagyon nehéz 18-19 éves korban leszűrni azt a tehetséget, mert van, aki nagyon el tudja adni a semmit, van, aki a valamit sem tudja eladni, de én ezeket látom, és tehát látom ezek az extrovertált gyerekeket, tehát ők teszik fel az összes kérdést, de mindig azt mondom nekik, hogy ha nem tanuljátok meg a szakmát, úgyis mindenki ki fog benneteket ismerni, és az a baj, hogy a kezdeti sikerek olyan önteltté teszik őket, hogy nem fognak szakmát tanulni. Mindig azt gondolják, hogy ki fogják magyarázni magukat, és akkor meg fognak élni belőle. Tehát ilyen korban még azt lehet látni, hogy ebből lesz NB1-es focista, vagy akár válogatott, de nem lehet megmondani, mert nem lehet tudni, hogy ez a kitartás, ez most nekem szól, hogy adjak egy jó pozíciót neki, vagy képes annyit dolgozni folyamatosan, hogy annak eredménye legyen. A cégemnél ott folyamatosan látom, akik a szívlapáttal nyomják egész nap, és neki nem gond, hogy egy szót nem szól, ha este 10-ig kell dolgozni, mert úgy hozta az élet, hogy egy megrendelő azt kérte, hogy mit tudom én, péntek délbe azt kérte, hogy neki van egy problémája, és nem tudjuk-e megnézni a Balaton északi partján azt a dolgot, akkor bekerülni a kocsiba, és menni. És aki úgy jön velem, abból tudom, hogy lesz valami, aki meg azt mondja, hogy hát a barátnőmnek megígértem, mert a barátnőmnek a barátnőinek lesz valami bulija, és akkor én most nem tudok elmenni. Én is mindig ezeket a dolgaimat, sokszor a barátnőm, a feleségem, hát alig mertem hazamenni, de a feladat volt, akkor sokszor beültem a kocsiba, és akkor mindenki már hazament, én meg akkor mentem a Dunántúlra. Tehát ez látszanak. Tehát tulajdonképpen ez az akarat, ez ennek eredménye lesz. A nem akaratnak is meg lesz az eredménye. Tehát látszik az. Most még azért már nyugtával a napot, tehát én is óvatos vagyok, mert de azért látszik, kiben mi van.
És akkor most már a beszélgetésünkből csak egy-két perc maradt. Ami még érdekesség ebben az egész történetben, hogy ön folyamatosan magas beosztású, illusztris személyiségeket, államtitkárokat és nagyon komoly előadókat szokott meghívni ide a Deltára, erre az akadémiára. Hát őket hogyan sikerül ide csábítani? Ennyire tetszik nekik az, amit látnak? Hát egyrészt a szakmából adódóan bizonyos képet mutatok magamról, hogy eddig mit csináltam. Egyrészt van, aki onnan ismer a szakmából, és azért jön szívesen. A közéletben is akarva akartalanul belecsöppentem, tehát ez nem feltétlen a saját akaratom volt, de belecsöppentem pont azért, mert egy kereteit feszítő vállalkozó vagyok, aki ilyen szakmából való kereteket feszítem, és a közéletben is nagyon sok embert ismerek, és akit megszólítottam, azok, amikor megtudták, hogy mi ez, azok szinte még senki nem mondta azt, hogy ő erre nem jön el. És hát az a nehéz, amikor jobb előadók lesznek, és akkor szelektálni kell. Ez egy nagyon nehéz, főleg ha ez barát, és akkor szelektálni kell. Tehát most már azért ebben az állapotban vagyok, hogy amikor szelektálni kell, mert látom, hogy az az új előadó, az még jobb. Engem egyáltalán nem érdekel, hogy kinek milyen rangja van. Tehát ha a diákok megbuktatják a legmagasabb rangban lévő embert is, a rossz az előadása. Tehát ezek a gyerekek kíméletlenek. Tehát a rossz előadást kinyírják. Tehát van, amikor nem jön az előadó magától, mert úgy tesz, hogy nem ér rá, de tulajdonképpen szembesült az, hogy katasztrofális volt az előadás, nem tudott a gyerekeknek adni. Tehát, de folyamatosan jönnének előadók, én úgy látom. Nekem nagyon fontos az, hogy a lélek és a szellem harmóniáját tükrözze az előadó, mert csak együtt ér valamit. Tehát nekem nem... Tehát nem tudok nagyon jóságos embereket hozni, a szellemit nem tudnak adni, nem tudok olyan ravasz, szellemes embert hozni, aki viszont gazember. Tehát ezt valahogy a lélek és a szellem harmóniáját, ezt a nagyon szép és egészséges egyensúlyt, ami meg tud valósulni, egy élet így tud teljesedni, ez úgy maximumon tud futni ez a kettő, megpróbálok ilyen előadókat keríteni, ugyanis a gyerekek mástól nem vesznek mintát, csak a hiteles emberektől. De úgy mindig összejön, nem tudom, tehát úgy először úgy keresgettem ezeket a dolgokat, de most már úgy magától összejön. Meg hát a folyamat az évek során mindig fölírom, ezt a Deltába meg kellene hívni, tehát úgy írogatom. De az a baj, ha túl sokat hívok, akkor az a baj, nem férnek bele. Visszamondani meg nagyon nehéz, tehát ez nagyon vékony ég, hogy most fellelkesülök, és akkor hívok sok előadót, mert tehát egy előadás 1+1.5 óra, másfél óra. Na most a gyerekeknek, diákoknak, bocsánat, remélem nem hallják, mert Deltán van, hogy legyerekeztem őket, de hát a fiaim, lányaim lehetnének, ez nagyon kemény. Tehát azt szokták mondani, hogy szinte minden évfolyamban, majdnem egyéntelenek, hogy lelki és szellemi izomlázók van már kedden. Tehát olyan minden ember, aki előadást tart, hát szerintem 90%-a izgul. Én is izgultam eleinte nagyon. Most is izgulok, mert ha nem izgul az ember, az nagy kép és rossz előadás lesz. És mindenki az életének az eset, tehát megválogatom, hogy kik azok, akik értéket teremtettek az életbe, és azok nagyon összeszedik magukat, és az életüknek az esenciáját lakják le a gyerekeknek. És szinte odaadják az intim zóna határát súrolva, odaadják a lelküket és a szellemüket. És olyan kemény, nehéz, magvas, olyan mély dolgok jönnek elő egy előadásba, hogy a figyelem koncentrációt az ember majd úgy megfeszül, hogy mint amikor egy puskát célra tart, és nem veszi le, és folyamatosan célra kell tartani a szemét. És az, hogy nyáron ebben a nagy melegben, ezt 3x90 percet, eleinte voltunk olyan buták, hogy 4x90 percet, csak a végén már kidőltek, nem bírták a dolgokat, végigvigyék. Ez nagyon, nagyon kemény, és szombaton, amikor hazamennek, akkor egy nagy kiüresedés van. Tehát amikor az embert fölhúzzák, és utána nincs tovább. Az egyik kollega mondta, hogy a Deltában az a legrosszabb, hogy vége van. Tehát egy iszonyatos, fölfokozott, olyan szellemi, lelki állapot, amit életében még soha nem tapasztalt meg. Nem azért, mert rossz a környezete, ilyen sűrű közeg, a saját diákok ott 180-an, 200-an, akik együtt vannak,
az mind génhibás, mind mint egy spirált, amit fölfele húzunk. És akkor jönnek még a ugyanilyen génhibás előadók, akik még jobban fölhúzzák ezt a dolgot. És az előadás után még ezekkel a társakkal még meg is vitatjuk, és éjfélig, hajnal egyik, hajnal kettőig vitatkozzunk az előadás témájáról. Akkor kap egy olyan intenzív ingert, ami utána nincs, hogy annak a hiánya, majdnem ilyen hiánybetegségeket szenvednek. Hát volt olyan diák, aki végeztünk, és akkor számoltuk le a pénzeket, ahol béreltük a szállást, meg minden, és akkor az egyik diák hétfőn ott ül. És kérdezi, mit csinálsz itt? Hát azt mondja, nem tudtam magammal mit kezdeni szombat-vasárnap. Hazamentem Makóra, és nem éreztem jól magam. És felszálltam a buszra, és visszajöttem, és itt ülök a lépcsőn. Ez már egy nagyon komoly siker egyébként. Mert hiányzott az a szellemiség, lelkiség, amit itt egy hét alatt kaptam. És ott ült a lépcsőn. És azt mondja, hogy jó, hogy találkoztunk, de ez olyan jó itt ülni, mert az elmúlt hét az olyan volt, hogy életemben nem volt ennyire, nem éreztem életemben ennyire jó még magam. Ilyen tartósan. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget. További kellemes estét, jó tévézést kívánok!